Amikor az első gyermekem megszületett, és már érdekes, hogy így fogalmazok, hogy az első gyermekem, és az egyetlen a mai napig, már akkor sem voltam fiatal, 35 éves voltam, és most hozta úgy a sors, hogy 7 év egyedüllét után megismerkedtem egy fantasztikus emberrel, és immáron 42 évesen gondolkodunk azon, hogy tervezünk esetleg egy újabb kisbabát. A Születés Hete programsorozat hétfő játszóházzal, a Paksi Babamama és Babahordozó Klub bemutatóival, Adorjáné Knábert Ünde szülésznő, Pap Katalin védőnő és Müllerné Takács Viktória dietetikus előadásával kezdődött. Az esemény zárásaként szerdán jegyes Tóth Kriszta műsorvezető, kommunikációs szaktanácsadó beszélt a várandóságról és a saját élményeiről. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy csak a saját belső érzéseire és intuíciójukra hagyatkozzanak, illetve hogyha valamiben elbizonytalanodnak, vagy kételj támad bennük, akkor semmiképpen az internetes fórumokra menjenek föl, és ott olvasgassanak különböző rémtörténeteket, mert azok nem vezetnek sehová. Tehát ha kételj van bennük, akkor egyrészt nyilván mindenki mellett van, ugye járnak terhes gondozásra, annyira elfelejteném ezt a szót, hogy terhes, várandós gondozásra inkább így nevezném. Tehát van körülöttük szakember, családtag, velük beszéljék meg ezeket a dolgokat, illetve én most a saját példámról tudok csak beszélni, és ugye nincsenek örökérvényű igazságok. Én nagyon sok szakkönyvet olvastam a várandóság idején. Jegyes Tóth Kriszta előadásán a Paletta című kulturális magazin stábja is forgatott. A műsorvezetővel készített hosszabb beszélgetést június 2-án csütörtökön 19:15-től láthatják a Telepax csatornáján. A Születés Hete programsorozatot a Gólya Hír programok és a Csengei Dénes Kulturális Központ közösen szervezte.